50 éve már annak, hogy az első kézilabda csapat megalakult Galga Hévízen. Ennek tiszteletére egésznapos rendezvényt szerveztek a községben. Az alapítótagok, a családtagok, egykori játékosok és sportbarátok a temetőben kezdték a megemlékezést. Elhunyt társaik sírján elmondtak el egy imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Adjon önök nyugodalmat Zsuzsinak, és az örök világosság, fényeskedjék neki, nyugodjon békességben. Sajnos az elmúlt 50 év alatt több játszótársunk, csapattársunknak a hamvai itt nyugszanak a temetőbe. És amikor az ünnepét terveztük, már egy-két éve tervezük ünnepet, akkor azt gondoltuk, és úgy gondoltuk, hogy méltó és igazságos, hogy azt a temetőnkben eltemetett 14 halottat, és majd később esetlegesen a nem galgahévízen eltemetett 7 csapattársunkat is látogassuk meg. Tehát szerettük volna elhelyezni a kegyelet megemlékezéseit, és ennek keretében szóltunk a hozzátartozóknak is, hogy amennyiben úgy gondolják, hogy eljönnek a testvérüknek, a gyereküknek, a rokonuknak, barátuknak erre a megemlékezés, eljönnek, és hála Istennek nem csak a játékostársak voltak itt, hanem itt voltak a hozzátartozók is, és tulajdonképpen ilyen kis családba kezdtük ezt a családjának is tervezett jubileumot. Én ugye megemlékeztünk a 14 itt eltemetett barátunkról, van 7, aki nem itt van eltemetve, azoknak is eljutatjuk a kegyelet koszorúját. Ők pedig Nagy János, Nagy Jani haverunk Kiseszegen, Bajtos Laci Turán, Váradi Gabi Hévízgyörkön, Pece Jósa Salgótaljában, Vonó Anikó Nagykőrösön, Vaskó Anna Hévízgyörkön és Csorba Piroska Dobozon. A temetőből a helyi templomba vezetett az útjuk, ahol Kristóf atya az elhunytak emlékére ajánlotta a hálaadó szentmisét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Közös testvéreim, ez a szentmise, hálaadó szentmise az 50 éves galgahévízi kézilabda egyesület tagjaiért. Ezen a szentmisén emlékezünk is elhunyt egyesület tagokért. Köztük vannak Benedek Mihály, Csorba Piroska, Darnik Antal, Pácán Zsuzsanna, Gábor Miklós, Hajdu András, Keserő József, Lajtos László, Nagy István, Nagy János, Uvári András, Piller Ferenc, Péntér Ferenc, Sápi István, Száros László, Tökési Sándor, Vanu Anikó, Vaskó Anna, Váradi Gábor és Vidák Rodolf. A délutánt gyermekkézilabda mérkőzéssel folytatták, a kartali és a galgahévízi gyerekek mérték összetudásukat. Szurkolás közben a régi játékosok újra átélhették azt, hogy milyen is volt, amikor ők ennyi idősen játszottak. Örültek a találkozásnak, hiszen sokan azóta már nem a településen élnek. Mi az alapítók voltunk, tenni akartunk valamit a faluért, és egy év folyamba jártunk akkor egy olyan 8-9 ember, aki meg is szerette a kézilabdát, akkor a kézilabda az országosan fellendülőben volt,
és hát úgy gondoltuk, hogy a falu fiatalsága alkalmas arra, hogy itt a környéken Galgahévíz hírét elvigye megyébe, és a kézilabdán keresztül megmutassuk magunkat, hogy mire vagyunk képesek. Hát az alapítóknak nagyon sok feladata adódott annak idején, például mi építettük az első pályát, úgy saját költségen hoztuk a salakot, építettük a pályának a szerkezetét, úthengert szereztünk, aki tömörítette, és utána elkezdtünk játszani ezen a pályán. Egy jó kis összetartó fiatalság volt, aki együtt tanult, együtt járt iskolába, együtt járt szórakozni, és ez a sport, ez kiegészítette ezt a tevékenységet, és hát úgy éreztük, hogy ez nemesebbé tesz bennünket. Az ünnepi megemlékezéshez tartozott egy kiállítás is, ahol 6 tablón foglalták össze a galgahévízi kézilabda életének történetét 1961-től 1982-ig. Hát gyakorlatilag az általános iskolai tanulmányaim során találkoztunk Benkő Ákos tanárúrral, és a tanárúr volt az, aki a kézilabdát megszerettette velünk, mert azelőtt ugye volt a spontán csapat, de hát mi akkor még meccsesen nagyon jártunk ki, elég kis srácok voltunk ehhez. És tanárul minden órán, akinek volt egy kis adottsága hozzá, külön foglalkozott, és külön órákon még az edzésekkel. A végén már egy 7.-8. koromban heti 2-3 kézilabda edzésen vettünk részt, és nagyon sok meccset játszottunk például a Gödöllői gimnáziumban is, amikor a gimnáziumi csapatot mi megvertük kisrácok a tanárulnak a hathatós tanításával, és akkor kerültem én ide a galgahévízi kézilabda csapatba. Hát emlékeim szerint olyan 16 éves koromban már Nagymaroson játszottam az első bajnoki mérkőzésemet csereként, tehát nem állandó emberként, de onnantól már egyenesen jött a pályafutásom, tehát én elég sok évet, 1974-ig a galgahévízi első csapatban játszottam. Óriási élmény volt, és tényleg az volt, hogy minden pénz nélkül, minden nélkül csak baráti szeretetből jöttünk és csináltuk. Egy nagy élményem van még annak idejéből, amikor a Csömör, aki első NB1-es csapat volt, és kupa mérkőzésen 20-19-re kaptunk itt ki Galgahévízen tőlük, ami az egy hatalmas eredmény volt, egy milyen megye első osztályi csapat voltunk, ők pedig NB1-es csapat, és teljes létszámmal itt voltak, teljes csapattal. 3 órakor Vanó András polgármester, Mészáros István volt szakosztályvezető, valamint dr. Basa Antal alapítótag mondott ünnepi köszöntő beszédet. Szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök minden megjelentet, a televízió nézőit, és nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon az esemény, a jubileum, az 50 év azt hozta el nekünk, hogy régi és új arcokkal találkozhatunk, együtt tölthetjük ezt a napot. Én úgy gondolom, hogy aki részt vett az ünnepi szentmisén, az evangéliumban is hallhatta, hogy mennyire fontos az egymás közötti szeretet. Az egymás közötti szeretethez én úgy gondolom hozzátartozik az a közösség, amit Galgahévíz, hála annak a Jóistennek, elég régóta, nagyon régóta, és talán amióta a Hévíz nevet ismerjük, folyamatosan megtart és közösségeket épít. Szeretném egy embernek megköszönni itt most, rettő alkalmas a feje, azt hiszem nincsen, aki mellett, amit csináltam 24 évig, megtehettem. A hátam mögött volt, segített. És arra kérném az itt lévőket, nem tudom, van-e jogom hozzá, hogy annak az úriembernek egy percet fölkelve áldozzunk, ez pedig Katona József sportás. október 1961, ha jól emlékszem, a javítónak is volt akkor csapata, sőt, még utána is volt csapata, és ott azt hiszem úgy volt, hogy a javítóban volt egy torna, azt a tornát, akik ott voltak, galgahévíziek, akik ott voltak, azok biztos, hogy jobban emlékeznek rá, én nem voltam ott, én ezt a magot, amit akkor vasárnap elültettünk, azt én nem én ültettem. Csak a kikelt kis növénykét, aztán nagyján őt fát nyesegettem, gondozgattam, vigyáztam rá. Inkább így mondom, hogy vigyáztam rá. 11 év a megyes osztályban. Hát váltakozó sikerrel, 5. helyezett, 6. helyezett, 7. helyezett. Hát mikor, hogy?
aztán eljött az 1983, ugye? 1983, kiestünk a megyes osztályból, két csapattal indultunk utána a megyemásodosztályba, úgy egy Gagaivíz 1, Gagaivíz 2, a Gagaivíz 1 megint megnyert a területi bajnokságot, megint visszakerültünk a megyes osztályba. És 1984-ben, kérem szépen, bekövetkezett a mohácsi rész. A mohácsi csatavesztés. Onnan túl szünet. Nagy tisztelettel köszöntöm a múlt századból itt maradt kézilabdás barátaimat, minden négy generáció tagját, a tagjait, és köszöntöm a hozzátartozókat, kicsiket, nagyokat. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy néhány szót szólhatok nektek, szólhatok hozzátok. Erről a vita van közöttünk mindenkivel, Pista bácsival, Hajdú Józsi havarommal, hogy ez 51 év, 52 év, tehát ez 2013-ig mennyi év telt el. Abban maradjunk, hogy néhány évtized eltelt. És olyan jó 2013-ban visszaemlékezni, hogy valamikor voltunk fiatalok is. Én szeretném mindjártoknak megköszönni azt, hogy 50 év után is ilyen szeretettel gondolunk erre az elmúlt évekre. Mert azt gondolom, és olyan sokat beszéltünk, de én azt gondolom, hogy mi valamit teszünk is érte, olyan sokat beszéltünk egymás szeretetéről, hogy ez a csapat akkor is szerette egymást, és jó, persze voltak üzék, veszekedések, de hát melyik csapatban nincs veszekedés. És ugye jöttek az évek, dolgoztunk, mindenki csinálta a dolgát, és mellette, hál' Istennek, mindenki megtalálta a számításait. Az ünnepi beszédek után emlékplaketteket és emléklapokat adományoztak a vezetőknek, az alapítótagoknak és a játékosoknak. A továbbiakban női, illetve férfi kézilabda mérkőzéseket láthatott a közönség. Természetesen a rég nem látott ismerősök az egész napot végig beszélgették. Hát a legvégebbi időkre emlékszem közvetlen, amikor hát, mint alapító tag, de ifistaként voltam alapító, majd itt az előttem lévők a Jóskáék, Tóniék, Basadokék voltak a egy korosztályjal öregebbek 3 éve. Pályát építettünk például itt, lovaskocsival hordtuk az agyagot, terítettük a salakot. Még a régi gyepes pályán, a foci pályának egyik sarkába meszeltük mérkőzés előtt a vonalakat. Tehát ezek jutnak eszembe. Későbbek folyamán aztán rengeteg sztori van, mikor vidéken voltunk kézilabdázni, hát bohémek is voltunk, a szórakozásra mindenféle lehetőséget megragadtunk. Tehát ilyen élmények vannak. Össze voltunk kovácsolódva, és jól éreztük magunkat egymás társaságában. Tulajdonképpen, ahogy itt már az elején elhangzott, önszervező módon indult el innen itt a faluban ez a sportélet, és ez óriási összetartást adott az embereknek. Többek között én például azért lettem testnevelő tanár, mert az akkori itt dolgozó testnevelő tanár, a Benkő Ákos, akiről már szó esett a héten, illetve a mai nap nem először, ölte belénk, ez az ölte rosszul hangzik, de belénk verte azt a sportszerezetet és azt a fajta összetartást, amitől ez a csapat olyan volt, amilyen. Ettől lett csapat. Ez a csapat, ez működött sokáig, és azért lehet látni, hogy igaz, hogy már 30 éve nincsen aktív kézlabda csapat Galgahévízen, mégis összejöttek az öregek, fiatalabbak, fiúk, lányok, mindnyájan. Tehát egyébként, hogyha egy kicsit kibővítenénk a társadalomra, az a fajta összetartás, az a fajta csapatszellem, az a fajta összetartozás, az nagyon hiányzik ma a világban. Szeretné-e, hogy ismét legyen ilyen aktív kézilabda csapat Galgahévízen? Én szeretném, igaz, hogy én menet közben elkerültem innen egyetemre, de aztán visszajöttem, egyetem végzése után újra bekapcsolódtam az életbe, de hát sajnos kiöregettünk. Az utánunk következők, azok úgy látszik nem volt annyi kitartás bennük, és tehát nem csinálják, nem tudják. Én nagyon szeretnék, mint vállalkozó, én szívesen áldoznék is egységnyi magyar forintot erre a célra, mert lételem nem nekem is a sport, ha bár most már nem gyakorolom ezt a részét legalábbis. Az újonnan elkészített Galgahévízi Sportegyesület csapatzászlójára feltűzték a kézilabda szakosztály szalagját is. A képviselőtestület fontosnak tartja a Galgahévízi sportélet támogatását. A képviselőtestületek folyamatosan
letették a nagy esküt, hogy a sportot nem fogják engedni, hogy abba maradjon Galgahévízen. Így történik ez minden szakággal, és nagyon szeretnénk, hogyha a kézilabda is ezzel folytatódna, hogy nem csak a jubileumokat, hanem magát a kézilabda szakosztályt is újra tudnánk indítani, és az ősökhöz méltóan Galgahévíz ki tudna állítani akár férfi, akár női kézilabda csapatot. Thank you.